Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk Kunmadrason, hamarosan kezdődik egy gazdafórum. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel beszélgetünk. Mi lesz az előadásának a témája? A mezőgazdaság aktuális kérdéseivel foglalkozom majd, kiemelten a magyar termékekkel, illetve azzal a programmal, hogy minél több terméket készítsünk el helyben, kistermelői feldolgozás keretében, illetve olyan élelmiszeripari feldolgozó üzemeket létesítsünk, amelyek valamikor itt általánosak voltak a Kunságban. Én örülök annak, hogy Kunmadarason is több ilyen beruházás zajlik. Itt a település szélén látható az, hogy a valamikori TS központban megkezdődtek a fejlesztések. Magyarországon 2011-ben mintegy 5200 kistermelő volt, aki élelmiszertermeléssel foglalkozott, a számuk megduplázódott, most már 10 000 fölött vannak. És én szeretném azt, hogy itt a Kunságban is minél több mini vágóhíd, feldolgozó üzem, húsüzem, lekvárüzem, teüzem, sajtkészítő manufaktúra legyen, ami a helyi ellátást is szolgálja, és piacképes termékekkel jelenik meg az élelmiszerboltok választékában. Az elmúlt héten Karcagon sertéstartók számára tartottak tájékoztatót, tehát a háztáji gazdálkodásot is ezen a téren elindulhat, hiszen egy multicég jelentkezett, hogy szerződnek karcagiakkal. Ez is ennek az egyik lépése lehet, hogy előre nagy beruházások legyenek, és nem csak a nagyok, hanem a háztáji gazdaság is elindulhasson, és visszaállhasson, hát nem is a 100 000-es, de valamivel több sertés Karcagon és környékén. Az első lépést meg tudjuk tenni a háztáji gazdálkodás újra indításában, hiszen van kereslet, van olyan cég, amely felvásárol, és megbízható szerződéses partnerekre van szüksége. Mind a két oldalnak, a termelőknek is, akiket sokszor becsaptak, de a felvásárlók, feldolgozók is szeretik azt, hogyha megbízható minőségben, kellő időre áll rendelkezésre az alapanyag. Szerintem egy komoly lehetőség a térség számára, azért is vettem részt a partnerek megismertetésében, és én bízom benne, hogy a további informálódás elősegíti a szerződéskötést. Így munkahelyek jöhetnek létre, illetve a megélhetés biztosító jövedelemforrása tehetnek szert újra a karcagi gazdálkodók. Az áfáról is nem régen beszéltünk, hiszen nekünk mondta elsőként a döntést a napokban. Vannak-e már visszajelzések erről? Élő sertés, illetve a hasított félsertés áfára vonatkozó döntéseket a kormány meghozta, az adótörvényekkel fognak majd hatályba lépni. Én úgy látom, hogy január 1-től, én úgy látom, hogy egy aktív gondolkozás indult el más területeken is, körültekintően kell terveznünk, hiszen az egyes termékeknek egymásra is van hatása, illetve fontos, hogy a vásárló érezze meg azt, hogyha az áfa csökken. A vásárló érdekében történik minden, ki kell értékelnünk majd annak az áfa csökkentésnek a hatását, ami január 1-től lép hatályba. Akkor erről még fogunk beszélni. Jó munkát és hasznos tanácskozást kívánok Önnek ma. Köszönöm szépen. Csak egymás között.